Mielőtt belekezdenék a téma kifejtésében, meg kell valljam nektek, hogy nem jókedvemből teszem, amit teszek. Nem jókedvemből beszélek ilyen kényes témákról, olyan témákról, amiről jóformán senki nem beszél. Olyan témákról, amelyekről a hivatalosok nem beszélnek. Akik erre hivatottak lennének, akik erre fel vannak készítve, ugye akár teológiából, vagy az írás szerint ők nem beszélnek. És igen, kényes téma, és jobb ezt a témát elbagatellizálni, jobb figyelmen kívül hagyni, jobb sajnálkozva mondani egy olyant, hogy őszinte részvétem, mint sem megvizsgálni, hogy mi is történt valójában. Tehát ez az én bűnvallásom, hogy nincs nagy kedvem erről beszélni, de legyen meg a mi atyánk akarata. Ne az én akaratom legyen meg, hanem az ő akarata. És kívánom, hogy úgy tudjak beszélni, ahogy az érthető, minél több ember számára érthető és felfogható, hogy hátha néhány ember elkerülhetné azt, amit okoz az a szellemiség, ami a háttérben van, ami okozta Bagdi Emőke fiának a halálát. És fel is olvasnám a videó leírásából azt, amit odaírtam, miszerint Bagdi Emőke egy évvel ezelőtt figyelmeztetve volt, de a figyelmeztetés ellenére is tovább folytatta azt a tevékenységet, ami a fia brutális meggyilkolásához vezetett. Azt a tevékenységet, ami az ő vesztét, valamint az őt követők vesztét is okozhatja. Még egyszer, jól figyeljetek, mert ezzel a szellemiséggel sokan meg vannak fertőzve, és sokaknak azzal kell szembesülniük, amivel Bagdi Emőkének sokan a gyermekeket fogják elveszíteni ennek a szellemiségnek köszönhetően. Később látni fogjátok a Bibliából is, hogy ez hol van leírva, ez a nagyon fontos figyelmeztetés. Ez nem csak most történt Bagdi Emőkével, hanem ez ősidők óta történik, folyamatosan történik, mert ez örök törvény, amiről szó van, és aminek következtében történnek az ilyen tragédiák. Igen, tehát több mint egy évvel ezelőtt, tavalyi év júliusában készítettünk egy felvételt, egy ilyen beszélgetést, mert kaptam egy nagyon kemény figyelmeztető álmot arra vonatkozóan, hogy Bagdi Emőke és az a másik Bagdi hölgy milyen szellemiséget terjesztenek, milyen szellemiséggel vannak megkötözve, és az a szellemiség mit okoz az ő követőiknek. Kaptam egy álmot, azt az álmot sem kértem, a mindenható Isten kegyelméből kaptam, nem is ismertem én sem Bagdi Emőkét, sem Bagdi Bellát. A kedves barátaim, ők jobban ismerték, ezért nekik volt információjuk arról, hogy körülbelül milyen az a szellemiség, amit ez a két hölgy képvisel. És az álom után, következő napon ugye készítettünk egy felvételt, egy közös beszélgetést erről a szellemiségről. És ma reggel küldték a hírt, miszerint Bagdi Emőke fiát meggyilkolták Amerikában. És nyilván nekem is eszembe jutott, hogy nem is olyan rég készítettem egy felvételt róla, mert kaptam egy figyelmeztető álmot. Elképzelhető, hogy azt a felvételt ő nem hallotta, nem nézték meg olyan sokan, néhány ezeren, 6000, nem tudom, pontosan összesen lehet, hogy nem sokkal több, mint 6000 ember nézte meg azt a, hallgatta meg azt a felvételt a YouTube-on, meg a podcastokon, amiket, ahol megosztottuk ezt a nagyon fontos figyelmeztetést. Tehát nagy valószínűséggel ő nem nézte meg, nem hallgatta meg ezt a figyelmeztetést, bárcsak meghallgatta volna, bárcsak nem történt volna meg az, ami megtörtént. Én is őszintén sajnálom, hogy ilyen kell történjen, akár Bagdi Emőkével, vagy bárki mással, mivel olyan sötétség uralkodik a szívünkben, a lelkünkben, az értelmünkben, hogy muszáj a súlyos tragédiák megtörténjenek. Emlékeztek, hogy szinte minden videóban felteszem azt a nagyon kemény kérdést, hogyha az ember tévelyek, már pedig az ember tévelyek, csak ugye mindenki máson jobban látja, mint saját magán. Másokon jobban látjuk azt, hogy az ember becsapja saját magát, önállításban van. Magunkon nem látjuk azt. Tegyük fel, hogy te is tévelyeksz. A halál útján jársz, ugye, rossz irányba mész. Hogyan szeretnéd kapni a figyelmeztetést? Kemény szavak által, vagy pedig kemény fájdalmak, betegségek és tragédiák által, vagy egyáltalán nem kapni figyelmeztetést és beleesni a fenegetlen szakadékba? Tehát kemények ezek a szavak, és sokan haragusznak rám ezen szavak miatt, viszont akinek van értelme, az felfoghatja, hogy mégiscsak jobb ilyen kemény szavak által szembesülni és megérteni a lényeget,
mint hogy meg kelljen tapasztalni, meg kell élni azt, amit most Bagdi Emőkinek meg kell élnie az ő fia elvesztésével. Tehát ezelőtt egy éve júliusban kaptam a figyelmeztetést a Bagdi Emőke, Bagdi Bella féle szellemiségről. Az ő nevüket, családnevüket hallottam álomban, nem ismertem őket, viszont, mint mondtam, a barátaim ismerték, és tudtak ők beszélni arról, hogy körülbelül miről szól az a szellemiség, amit ők képviselnek. Akit érdekel, a videó leírásában megtalálhatja azt a felvételt, a több mint egy év ezelőtti felvételt. Az a címe, hogy Bagdi Emőke és Bagdi Bella a vádottak padján. Tehát, mint mondtam, Emőke figyelmeztetve volt, vagy kaphatott volna figyelmeztetést, hogyha az igazságot kereste volna. De a figyelmeztetés ellenére tovább folytatta azt a tevékenységet, ami a fia brutális meggyilkolásához vezetett. Azt a tevékenységet, és ezt hangsúlyozom, ami az ő vesztét is okozhatja, valamint az őt követők vesztét is okozhatja. Tudom, hogy sokakat megfertőzött az a szellemiség, amit Bagdi Emőke és Bagdi Bella terjesztenek. Nem csak ők, de Magyarországon ők a jelesebb képviselői ennek a szellemiségnek. Ebben a felvételben meg fogjátok látni, hogy ez a szellemiség hol van még jelen, azon kívül, amit ugye, amiről tudunk. Nyilván a tragédiát azt többféleképpen magyarázzák és megmagyarázzák. A cikket lehozta a legtöbb ilyen főáramú média portál, hírportál. Fel is olvashatom a cikket, hogy lássátok körülbelül miről van szó. De teljesen biztos, drága emberek, hogy az Úristennek mindig más a véleménye, mint mi, mint a mi véleményünk. Azt mondja a próféta által, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim. Ti spekulálhattok, háríthattok mindenkire, viszont az én gondolataim az, ami fontos, ami szerint mindenki, minden ember meg lesz ítélve. Az indexes cikk szerint több készúrással megölték Bagdi Emőke fiát az Egyesült Államokban, tudta meg a Blick. A pszichológus alapnak megerősítette a hírt, hogy teológus fia az áldozat, akit szerinte törbe csaltak, és nem igaz a tettes állítása, amely szerint önvédelemből szúrta meg többször a mélyen hívő 53 éves császár Zsoltot. Tehát persze itt a hárítás, ugye, tehát mindenki hibás, kivéve minket, kivéve az érinteteket. Erről szól az egész világ, nagyon röviden mondom itt csak zárójelbe. Az egész világunk erről szól, itt mindenki hibás, rajtam kívül. Az egón kívül mindenki hibás, rajtad kívül mindenki hibás. És keressük a bűnösöket folyton, de saját magában senki nem keresi. Márpedig ebben a felvételben egyértelművé lesz téve, hogy hogyan volt ő ebben a dologban érintve, hogy okozta ő a saját fia halálát. Közvetett módon ugyan, de ő okozta. Erről amúgy többször beszéltünk. Szintén a videó leírásában találtok két felvételt. Egyik az Elvis Presley lányáról szól, Lisa Marie Presley-ről szól, hogy ő hogy halt meg, és az ő halálát mi előzte meg, milyen jelek előzték meg. Valamint a másik felvétel a Sinead O'Connor énekesnőnek a haláláról szól, és szintén az ő halálának az előzményeiről. Én teljes szívemből kívánom, hogy a következő felvétel ne arról szóljon, hogy Bagdi Emőke hogyan végezte be a földi életét, és annak mi volt az előzménye. Szeretném, hogy ez a felvétel eljutna hozzá is, és ezért is megkérek mindenkit, aki megértheti egyáltalán. Aki nem érti meg, az ne is ossza meg. Megkérek szépen mindenkit, aki ezt nem tudja felfogni, vagy csak úgy véli, hogy érti, inkább ne is ossza meg ezt a felvételt, mert kemény támadásokat fog kapni, és azzal ártani fog magának. Aki viszont megértheti ezt a felvételt, az majd ossza meg, hát ha el fog jutni valamiképp Bagdi Emőkéhez is, és talán még ő is ráébredhet arra a szomorú valóságra, ami okozta az ő gyermekének, az ő fiának a halálát. Tovább olvasom a cikket. Az Egyesült Államok beli Phoenixben brutálisan meggyilkolták a magyar sztár pszichológus. Ez is nagyon fontos, drága emberek, sztár pszichológus ez a fogalom. Professzor dr. Bagdi Emőke fiát, tudta meg a Blick. Mint írják, az arizonai helyi sajtóban futótűzként jelent a hír, hogy 2023. október 21-én halálra késeltek egy 53 éves férfit, császár Zsoltot, Bagdi Emőke. Megerősítette a lapnak, hogy az áldozat a fia. Igaz a hír, megölték a fiamat, megsemmisültem. Felfogadatlan,
A számomra, nyilatkozta a klinikai szakpszichológus, hát én tényleg, hogyha ő ezt mondja, én tényleg kívánom, hogy ő megsemmisüljön, magának megsemmisüljön, az ő hiedelmeinek megsemmisüljön. Semmisüljön meg a sok hiába való emberi gondolatnak, amit ő terjesztett. Olyannyira semmisüljön meg, Bagdi Emőke, hogy tudja megismerni az igazságot, tudja felfogni az igazságot, és hogyha már a fia nem menekült meg, legalább ő menekülhessen meg. Ezt kívánom teljes szívemből. Nem tudom, hogy van értelme ezt tovább olvasni, persze, tehát ugye emberi véleményezések, dokumentumok, meg hárítások, ez volt a hibás, balhé volt, tehát ő felment, elvileg ugye a Zsolt felment, akiről azt mondja, hogy teológus, viszont a legtöbb Facebook fotón úgy néz ki, mint egy pincér, tehát nem. De ez a teológus szó is, ennek is lesz egy mondandója a későbbiekben azok számára, akiknek van türelmük végighallgatni ezt a felvételt, és felfoghatják annak a mondandóját. Tehát a gyilkos azt állítja, hogy a nővére lakásán tartózkodott Zsolt, ugye az áldozat, és egy összeszulalkozás és dolakodás után önvédelemből szúrta meg többször az áldozatát. Emőke meg azt állítja az anyuka, hogy törbecsalták, és megkaptak minden dokumentumot, egyfajta ilyen rablógyilkosság történhetett körülbelül. Egy rendezvényre hívták a fiát, és ott ugye törbecsalták szándék közösségben többek által nyereségvágyból elkövetett rablógyilkosság volt, ezt mondja ő. És ugye hát most akkor ismerjük ugye az emberek álláspontját, a gyilkosnak az álláspontját, az áldozatnak, az anyukának az álláspontját, ugye, és mostantól azt fogom megmutatni, hogy mi a mindenható Istennek az álláspontja, amelyet Bagdi Emőke több mint egy évvel ezelőtt már megismerhetett volna. Legalábbis kaphatott volna esélyt, kapott esélyt arra, hogy megismerje, mert ez a felvétel, amit készítettünk, ugye az álom, amit kaptam, és annak a tanúsága, tanítása és figyelmeztetés az teljesen nyilvános volt, nyilvánvalóvá volt téve. Ha valakik még kételkednek abban, hogy ezek az álmok, ezek a figyelmeztetések Istentől vannak, és nem a mi agyunknak a szüleményei, azoknak elmondom, hogy már több ilyen álom volt, több ilyen nagyon kemény figyelmeztetés volt, nem csak egyénekre, személyre szabottan, egyénre szabottan, hanem kaptunk olyan figyelmeztetéseket is, amelyek teljes nemzetet, sőt a teljes világot érintik, és olyan profétikus álmokat, figyelmeztetéseket is kaptunk, amelyek beteljesültek. Ezért is ajánlom mindenkinek, hogy szívleje meg azt, amit mondunk a kiáltószón, és cselekedje azt, amire hívást adunk mi felvételek által. Forduljon az élő Istenhez látásért, a bűnök bocsánatáért, hívja segítségül az Úr Jézus Krisztus nevét, akit szégyell a keresztény, konzervatív keresztény társadalom, hogy kapjon látást a szemeire, és kapjon szabadulást a bűnökből, az életellenességből, drága emberek, mert egy darabig még lehet hárítani. Háríthatunk a gyilkosra, háríthatunk az oroszokra, az amerikaiakra, az izraeliekre, a Hamászra, de mint tudjátok, és ez egy alap dolog, ez szerintem mindenki tudja, aki valahogy jár templomba, vagy hittan órára, hogy az utolsó órában mindenki a saját szívének az állapotáért lesz felelősségre vonva. Tehát Bagdi Emőkét nem arról fogják megkérdezni, hogy mi volt a véleménye az ő fia gyilkosságáról, hanem arról, hogy te kaptál nagyon sok figyelmeztetést egy életen keresztül, arra vonatkozóan, hogy az emberi elképzelések, az emberi tanok a feneketlen szakadékba visznek. Hallottad te is az életnek a hívószavát, a teremtőt hívószavát, mit kezdtél azzal? Tehát az utolsó órában, drága embertársak, mindenkinek azzal kell elszámolnia, amit ő cselekedett, és nem azzal, amit a Hamász cselekedett, vagy az izraeliek, vagy az amerikaiak cselekedtek. Ezért beszélünk mi Istennek a szaváról, hogy legyen mindenki figyelmeztetve, amíg még nem késő. És hát akkor bele is kezdenék, hogy mutassam meg, hogy mi okozta valójában, az élő Isten szerint mi okozta az anyuka, most ezt szándékosan mondom így, hogy az anyuka gyermekének a halálát. Emlékeztek, hogy az elmúlt időszakban sokszor, tehát nem egyszer és nem kétszer, hanem sokszor beszélhettem arról, hogy a gyermeknek az egészségi állapota,
összhangban van a szülő lelkének az egészségi állapotával. Tehát, hogyha az anyukának, az apukának a lelke beteg, bűnökkel terhelt, tisztátalan, le van terhelve hazug dolgokkal, hazug tanokkal, doktrinákkal, emberi elme életekkel, tehát szándékosan mondom, elme élet, nem valós élet, elme élet. A szülőnek a lelke le van terhelve, súlyos bűnöktől, életelenes dolgoktól terhelt, az kihatással van a gyermek életére, a gyermek egészségi állapotára. Tehát, hogyha a szülő azt akarja, hogy az ő gyermek egészséges legyen és biztonságban legyen, Isten szerint nem kéne más tennie, mint hogy vigyázzon az ő lelkének az egészségi állapotára. Hogy oda ne kerüljön be semmilyen hazugság, semmilyen életellenesség, semmilyen bűn. Különben a külső gyermek, mert jelképesen a belső gyermek az a lélek. Az a lélek. Anyukának meg az apukának a lelke. Tehát nem hiába mondja a szülő a szeretett gyermekére, hogy ő a drága lelke, a kis lelke. Ezt Isten adta, hogy így mondja a szülő. Főképp ugye itt a magyarok köreiben, ez ugye ez eléggé, az angol nem mondja azt, hogy my soul, my spirit, inkább azt mondja, hogy az én szívem, a szívem csücske, ugye. De az a magyarban eléggé népszerű az is, hogy az én lelkem. Igen, az valóságosan lelked, a te lelkedből lett az a gyermek. És ha a te lelked torzul a bűn miatt, az életelenesség miatt, a hazugság miatt, akkor a te külső gyermeked is azt neked visszamutatja, azt a torzulást. Azáltal kerül veszélybe a te lelked, hogy a te gyermeked, hogy a te lelked veszélyben van. Hát ebzel már én elmondtam mindent alapjában véve. Mostantól csak alátámasztom a Biblia kijelentéseivel, Jézus szavaival, hogy minél jobban megértsük a lényeget, hogy miért kell a szülőnek ilyent tapasztalni, ugye, hisz tudjuk jó, hogy nem ez az életnek a rendje, hogy a szülő eltemeti az ő gyermekét. Nem az életnek a rendje az volna, hogy a gyermek temeti el a szülőt, ugye, idős korban, megboldogultan, nem pedig fordítva, mint ahogy történt, ugye, hát Elvis Presley lányával is, valamint Elvis feleségével is, ugye, a gyermekét el kellett temesse, és az ő gyermeke is el kellett temesse az ő gyermekét. Mi miatt? A bűn miatt, emberek, amit tagad az ezotéria, az ezotéria az a spirituális pozitív gondolkodás, jézabeli gondolkodás, amit Bagdi Emőke és Bagdi Bella is terjesztenek, amivel megfertőztették a magyar nemzetet. Tehát itt ez most nyilván itt egyesek már felfogták azt, hogy itt ez nem csupán Bagdi Emőkéről szól, hanem egy teljes nemzetről, amely meg van fertőzve avval a szellemiséggel, amely lemészárolta Bagdi Emőke fiát, Császár Zsoltot. A jézabeli szellemiség, amiről sokat beszéltünk az elmúlt hetekben, napokban. És akkor, és érdekes módon mi történt? Hát az, hogy pontosan a napokban, talán tegnap vagy tegnap előtt beszéltem arról, hogy a katolicizmus hogyan tagadja a Bibliát. Kérdés az, hogy mire épül. Hogyha a Bibliát tagadja, hogyha ennyire szembe megy a Biblia tanításaival, akkor mire épül, mire van felépítve a katolikus vallás? Egyértelmű, hogy emberi tanokra, ugye? És abban a felvételben is beszélhettem arról, a tegnapi felvételben, hogy mit tett a katolikus vallás. Azt, hogy eltörölte a második parancsolatot, a tizedik parancsolatot pedig ketté osztotta, és abból csinált egy másikot, hogy meglegyen a tíz. Tehát a katolikus vallás, a katolikus egyháznak nevezett szervezet azt tette, hogy kivette, eldobta, megtagadta, megsemmisítette az Úr Isten második parancsolatát. És egy az utolsó parancsolatból csinált kettőt, a ketté osztotta, és úgy lett meg a tíz. És akkor most nézzük meg, mert nagyon fontos ezt megérteni, és ezáltal megérthetjük azt, hogy mi okozta Bagdi Bella gyermekének halálát, és nagyon sok szülőnek a gyermekének a halálát mi okozza. A tíz parancsolatot nagyjából mindenki tudja, van ismeretünk, ugye van az a lebutított, néhány szóba elmondott parancsolat. Ezt fel is fogom olvasni, mert igaz végül is, csak ugye hát el van torzítva. Első, uradat Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Kettő, Isten nevét hiába nevet. Három, az Úr napját szenteld meg. Négy, atyádat és anyádat tiszteld. Öt, ne ölj. Hat, ne paráználkodj. Hét, ne lopj. Nyolc, ne hazudj. Mások becsületében kárt ne tégy. Kilenc, fele barátod házastársát ne kívánt. Tíz, mások tulajdonát ne kívánt.
Tehát a 9 és a 10 az tulajdonképpen egy parancsolat. Ne kívánd felebarátod házastársát és mások tulajdonát ne kívánd. Ez egy parancsolat. Ki van véve a második parancsolat, ugye? Ez a katekizmusokban történt, mert amúgy a katolikus Bibliában is benne van. Tehát hogy igazából azt mondhatjuk, hogy a katolikus Biblia sem hibás ezért. Maximum ugye azok a hazug lábjegyzetek, ugye, amik oda be vannak oda írva, emberi értelmezések, amelyel meg van vezetve az olvasó figyelme. Ilyen szempontból tud veszélyes lenni a katolikus Biblia. Alapjában véve a katolikus Biblia fordítás egy jó, kiváló fordítás. Úgy a Káldi, mint a Szent István társulat fordítása. Nincs azzal semmi gond. Nekem valamit kedvesebb a Károly Gáspár féle fordítás, de elmondhatom, hogyha valaki keresi az igazságot, bármelyik, szinte bármelyik fordítást használhatja, katolikus, illetve protestáns fordítást, mert úgyis imában értheti meg csupán a lényeget, ima nélkül lehetetlen megérteni a Bibliát. És akkor most felolvasom azt a parancsolatot, ugye, mert itt még a Wikipedia is leírja, bizonságot tesz arról, hogy a Biblia katolikus és evangélikus változataiban néhány fordítási eltéréssel szintén a fenti szöveg olvasható, ám a katekizmus változatok ettől jelentősen eltérnek. Kihagyja a második parancsolatot és ketté bontja a tizedik parancsolatot. A katekizmus az emberi elképzelés, emberi teológia, amikor az ember úgy gondolja, hogy Isten tévedett a tíz parancsolattal, és azt meg kéne javítani. Ezek az emberi rendeletek, ugye erre hívja fel Jézus, hogy az emberi rendeletek miatt mi elhagytuk Isten parancsolatait, szó szerint megtörtént emberek. A katolikus vallás az egyik legeslegfontosabb parancsolatot kivette a vallásos emberek által a templomban hirdetett, a vallásban hirdetett listáról, és így ennek köszönhető az, ami történik a világban, a világunkban, hogy sok szülő el kell temesse a saját gyermekét, ami borzalmas. Borzalmas, mert a szülő ugye azért mégiscsak ő leélt 50, 60, 70, 80, 90 évet. Hogyha ő meghal, főképp, hogyha tiszta az ő lelke, az ő lelki ismerete meg van tisztulva, újjá van születve, az nem nagy probléma. De amikor ő ugye el kell temesse a 20 vagy 30 évvel fiatalabb gyermekét, az már igenis fájó érzés tud lenni. És akkor most felolvasom a második parancsolatot, hogy értsük meg, hogy hova van a kicsi kutya elásva, mi okozza ezt a sok fölösleges fájdalmat, tragédiát, szenvedést, úgy a szülők, mint a gyermekek számára. A második parancsolat az arról szól, tehát a bálványimádásról szól, a bálványimádásnak a megtagadásáról szól. Azt mondja, ne csinálj magadnak, felolvasom a teljes szöveget, ugye a bibliai szöveget, mert nyilván, hogyha ezt így lerövidítve olvasnánk, akkor azt mondanánk, hogy ne imádj más isteneket, vagy ne készíts faragott képeket, és ne imádj, ne tiszteld azokat. Ez a második parancsolat. Tehát ne készíts magadnak faragott képeket, és ne tiszteld azokat. De felolvasom a teljes szöveget, mert a teljes szövegből meg fogod érteni, hogy miért kellett meghalnia Bagdi Bella fiának. Figyelembe véve persze azt is, amit ő csinál, az a tevékenység, amit ő folytat, mint sztár pszichológus. Tehát a másik parancsolat a következőképpen szól. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Tehát ne csinálj faragott képet semminek, senkinek a hasonlatosságára. Sem az égiek, sem a földiek, sem a föld alattiak hasonlatosságára. Ne csinálj faragott képet se Jézusról, se Máriáról, se Istenről, se az állatokról, se a halakról. Ne csinálj faragott képeket. Ne imádd és ne tiszteld azokat. Mert én az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Ez a második parancsolat, tehát ne csinálj faragott képeket, semminek a hasonlatosságára, tehát alapjában véve, hogyha Isten törvénye szerint kéne működjenek a templomok, az szinte az összes katolikus templom, nem hogy szinte nélkül, az összes katolikus templomot be kéne zárni Isten törvénye szerint.
akkor teljesen egyértelmű, hogy a katolikus templomok nem Isten akaratából, nem Isten törvénye szerint működnek és állnak fenn, hanem az ember akaratából, az emberi törvény akaratából. Mert hogyha Isten törvénye szerint működne a katolikus templom, akármely katolikus templom, akkor ott nem lehetne semmilyen kép, még ilyen freskó, meg festmény sem. Ugye ikonok, meg szobrok, amiket az emberek tisztelnek. Tehát, és miért tudott menni egy teljes katolikus vallási közösség, több százmilliós katolikus vallási közösség? Miért tudott szembe menni Istennek a parancsolatával? Úgyhogy eltörölték, a vezetők eltörölték a parancsolatot, hogy ne csinálj faragott képeket, ikonokat, semmit, semmi ahhoz hasonlót, amelyek az égben vannak, vagy a földön, vagy a föld alatt vannak. Ne tiszteld azokat, ne imádd azokat, mert én az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. Tehát mi történik, hogyha az ember belemegy a bálványimádásba? Ugye ez a bálványimádás, amikor faragott képeket készítünk. De persze, hogy ezt megértsük, fontos ehhez hozzátenni azt is, hogy igen, faragott képeket nem csak úgy készít az ember, hogy farag egy Mária szobrot, vagy egy Jézus szobrot, vagy pedig egy ikont készít, vagy pedig egy festményt készít a szentekről. Nem csak úgy készítünk faragott képeket, drága emberek, mert ezek a faragott képek először megjelennek hol? Az emberek elméjében, az emberek szívében, az emberek lelkében. Tehát a Mária szobor, még mielőtt lett volna az első Mária szobor, az már először megjelent az embernek az értelmében. Tehát a faragott képek hol készülnek? Az emberi agyban, a koponyák helyén, a Golgotán, ott készülnek a faragott képek, az emberi elképzelések Istenről. Tehát az is, amit én tudok Istenről, úgymond, amit én akarok elképzelni a saját fejem szerint Istenről, az egy faragott kép, az én elmém faragta azt a képet. És igen, ezt tette Bagdi Emőke, ezt teszi hosszú éveken keresztül Bagdi Emőke és Bagdi Bella is, de nem csak ők, hogy faragott képeket mutogatnak a mindenható Istenről. Az ő elméjük, az ezotéria, a New Age által elképzelt Isten képeket jelenítenek meg az ő előadásaikban, az ő dalaikban, az ő műalkotásaikban. És ezáltal mi beviszik bele az embereket? A bálvány imádatba, a bálvány imádásba. Ezért nem kell senkinek az élő Istennek a szava, az ő törvénye manapság. Miért? Azért, mert van egy jó Isten, amit az emberi agy képzel el. Kivesszük a második parancsolatot, megmásítjuk azt a törvényt is, betesszük a mi szokásainkat, és létrehoztunk egy jó Istent. A saját fejünk szerint, igen, csak a jó Isten az egy halott Isten, azt mi hoztuk létre, emberek. A jó Isten nem tud senkit megvédeni. Érthető? Tehát a bálványimádás az nem csak úgy történik, hogy letérepelek egy Szent Antal vagy Mária szobor előtt, hanem a bálványimádás az, hogy én nem azt az Isten képet ismerem meg, amelyet megmutatott a mindenható Isten az ő gyermekei által, a proféták által, az apostolok által, és Jézus Krisztus által legfőképp. Nem azt a képet ismerem meg, és nem azt tisztelem, hanem az agyam által, meg a vezetők, meg a tanítók, meg a guruk, meg a sztárpszichológusok, meg a celebek által elképzelt Isten képeket tisztelem én. És ennek a következménye az, amit mond Isten, hogyha ti azt csináljátok, hogy a saját fejetek által elképzelt Isten képeket tisztelitek, akkor a ti gyermekeiteknek fájdalmat, betegséget és halált okoztok. Akkor meg kell büntessem a gyermekeiteket, hogy lássátok, hogy mi a következménye annak, hogy ti a saját elmétek, a saját fejetek által elképzelt isteneket imádjátok. Érthető, hogy mi az a hatalmas bűn, amit Bagdi Emőke, Bagdi Bella és társai, nem szeretnék itt most, hogy mondjam, igazságtalan lenni. Tudjátok jól, hogy ez nem csak róluk szól, sőt, mi is megvallottuk a kedves barátaimmal, hogy ebbe a csapdában mi is beleestünk. Én nem vagyok külön, mint Bagdi Emőke. Kedves Bagdi Emőke, ha hallod-e szavakat, tudjad, hogy én ezt nem elmarasztalással, nem károsztatással mondom még most sem, mert még élsz, neked még mindig van lehetőséged dönteni az igazság mellett, az élő Isten szava mellett, hogy megmeneküljön a lelked valahogy. Ha a fiad elveszett, legalább a lelked meneküljön meg, hát ha valamiképp megmenekül a
a te lelket, de azt úgy nem lehet úgy, hogy a saját agyat, a saját tudományod által elképzelt Isten képeket, úgymond igazság képeket terjesztet és hirdetet, mert annak a következménye halál. A fiadra nézve, a lelkedre nézve és a követőidre nézve. Ez több helyen megvan írva a Bibliában, amiről szintén az ezotéria, a New Age ezotéria, amit hirdet a VNTV, a sámánizmus, táltos hagyományok, meg minden, az az istenkép teljesen úgymond torz, el van torzítva, és azt hazudják, hogy a Biblia át van írva 400-szor, vagy nem tudom én hány százszor, s hazugság, s a zsidók, s mit tudom én mi, és így az embereket beleviszik a tévelgésbe. Eltörlik az igazi istenképet, még a Biblia sem pontos, emberek. Még a Biblia sem teljesen pontos, miért? Azért, mert igen, emberek írták valóban Isten ihletésére. Ez itt mondja mindenható Isten, hogy fontos személyesen hozzáforduljunk és újjászülessünk, hogy értsük meg a Bibliát. De mi van akkor, hogyha mi lesz akkor egy nemzettel, ahol amelynek a profitái, a sarlatánjai azt hirdetik, hogy a Biblia átvanyíva 400-szor, és hazugság az. Ügyeljetek, emberek! Az ezotéria, New Age, ezek a reinkarnációs iskolák, meg jóga, meg társai a halálba, a kárhozatba taszítják a nemzetet. Így tudták behozni a jóisten képeket, az amerikai jóisten képeket, a pozitív gondolkodás képeket, az agykontroll képeket Amerikából, hogy először a sátán fattyak szó szerint az érőisten kijelentés ellen szóltak, a profiták szavai ellen szóltak, és azt hazudták az embereknek, a követőknek, hogy a Biblia meg van hamisítva, holott nincs, nem a Biblia van meghamisítva, hanem, mint láthattátok, a katolikus katekizmus által, ugye, meg a vallási katekizmus által ugye át van írva, meg vannak rontva a parancsolatok szó szerint. Ez történik. Ez történt. És itten kaptam közben egy üzenetet, én nem tudom, hogy miért, azt hittem, hogy valaki kedves barátom be akar jönni a beszélgetésbe, vagy ebbe a élőadásba, de közben kaptam egy olyant, hogy csak az beszél indulatosan, aki békétlen. Tessék, na ez a szellemiség. Nem hiába küldte el az úriember ezt a kijelentést, hogy csak az beszél indulatosan, aki békétlen. Mert pont ez a szellemiség, drága emberek, pont ez a szellemiség az, ami megmételyezte a magyarok lelkét, a feneketlen szakadék, a gyehenna tüze felé taszítja a magyarok millióit. Ez a szellemiség. Ez a pozitív gondolkodás, hogy jaj, beszélj mézes-mázasan. Kedvesen, ne légy te békétlen, beszéljön ilyen látszat békességesen. Ez a szellemiség erőben, ez a Jézabesz, ez a varázslás, boszorkányság szellemiség, emberek. Tessék, elmondja egy ilyen pozitív guru, hogy csak az beszél indulatosan, aki békétlen. Emberek, az elmúlt években Isten kegyelme által az ő féltő szeretetéből én indulattal beszéltem, üvöltöttem, torkom szakadtából. És azáltal emberek menekültek meg. És jönnek nekem ilyen kijelentésekkel, ilyen okos kijelentésekkel, aminek köszönhetően gyermekek betegednek meg és halnak meg, hogy csak az beszélt indulatosan, aki békétlen. Nem, emberek. Az igazságnak el kell indulnia. Jézus is indulatosan beszélt. István indulatosan beszélt. Mindannyian indulatosan beszélünk. És hogy van-e bennem békétlenség? Amúgy kedves barátom írta ezt nekem, tessék. Ez a segítség. Van-e bennem békétlenség? Igen, van bennem békétlenség, emberek. Van nekem békességem, olyant, amit kaptam én a mindenható Istentől, Krisztus által, az ő lelke által. Van nekem békességem. Viszont, hogyha azt látom, hogy gyermekekkel szenvedjenek, mondjuk ez a emőkének a fia nem volt egy fiatal tinédzser, 50-valahány éves volt ő is. De hogyha azt látom, hogy gyermekek, fiatal gyermekekkel szenvedjenek a szülők bűnei miatt, a szülők vétkei miatt, a hazug istenképek miatt, a pozitív gondolkodás istenképek miatt, a vonzás törvénye istenképek miatt, a jóga isten, a reiki isten istenképek miatt, a meditáció isten istenképek miatt kell szenvedjenek a fiatal gyermekek, akkor igen, megmondom őszintén, hogy van bennem békétlenség. Persze, hogy van. És van bennem indulat, féltő indulat, és igen, amikor úgy adja Isten, akkor üvöltök. De jön egy pozitív guru, ugye, aki a pozitív gondolkodást terjeszti, és azt mondja, hogy azért beszélek indulatosan, mert békétlen vagyok. Nem, én kaptam olyan békességet, amilyent csak azok az emberek tapasztalhatnak és kaphatnak meg, akik megismerték az ég és a föld teremtőjét. És kaptak békességet, ahogy mondta Jézus, hogy békességet adok nektek, az én békémet adom nektek. De igen, van a szívemben fájdalom. Hogyha nem volna fájdalom a szívemben, nem is beszélnék. Hát miért beszéljek?
miért figyelmeztessem az embertársaimat, a barátaimat miért figyelmeztessem, hogy ügyelj, mert az ilyen beszólásokkal, a gyermeket életével játszol, az ilyen okostojás beszólásokkal, a gyermeket, ilyen pozitív vonzástörvényen meg társai beszólásokkal, a gyermeked egészségével, a gyermeket életével játszol. Kedves barátom Gyuri, ügyelj, mit csinálsz. És elmondtam azt is, tegnap előtt beszéltem erről, hogy egy társaságban két anyuka hallotta az igazságot, amit elmondhattam, hogy a szülőknek a bűnei miatt kell a gyermekeknek szenvedniük. Az anyukának a bűnei miatt, az ő belső gyermeke, az ő lelkének a tartalma bűnei miatt kell a külső gyermeknek, az ő gyermekének szenvednie. És néhány napon belül mind a kettőnek a gyermeke kórházba került. Mert Isten bizonságot tesz azon szavak mellett, amiket én tőle szólok és általa szólok. És egyik anyuka megértette a lényeget, és hálával fogadta azt, hogy Isten az ő gyermekét meggyógyította, és Istenhez fordult. A másik anyukáról nem tudom, hogy mit tett. De szinte mind a két gyermek szinte elveszett kábítószer túladagolásban. Azért miért? Azért, mert el van törölve a másik parancsolat. Nem akarjuk megérteni, hogy a szülők bűnei miatt szenvednek a gyermekek. Inkább, ha valaki szól, féltően figyelmeztet, beszólunk neki, megszúrjuk őt, megdöfjük őt, hogy csak az beszél indulatosan, aki békétlen. Ügyelj, miket beszélsz, miket fecsegsz. Ügyelmed a saját gyermekeit, a saját lelket életével játszol. Köszönöm szépen a figyelmeztetést, ugye a kommentet, láb ezáltal is ugye beszélhettem erről a fontos dologról, hogy hogyan van megmétejezve a magyar ember lelke, a magyar emberek lelke így, az ilyen okos, pozitív dolgokkal, a gicses örömmel, a gicses békességgel, a gics békességgel, a sminkes békességgel, a parfümös békességgel, a zseléshajú békességgel, amit terjeszt a Szabó Péter meg a társai. Ez maga a Jézabel szellemiség, ami többet ártott ennek a világnak, mint bármi más mostanig, és erre Vörös Sándor is felhívta a figyelmet, mert Isten már nem tudta használni vallásvezetőket. Keresztény vezetőket nem tudta használni Isten, mert részrehajlók voltak, hazugok voltak, kompromisszumot kötöttek a hatalommal és a pénzzel, és ezért kellett használni az olyan embereket, mint Vörös Sándor, a mindenható Isten. Hogy Sanyika, akkor te mondd el nekik, hogy az érzelgőség az veszélyes, meg fog titeket ölni, és Vörös Sándornak az Érzelgés című eszély az erről szól, hogy amikor a propagandához, a hazug elme élethez társul az érzelgőség, na az ott vége mindennek. Tehát propaganda plusz érzelgőség egyenlő pokol, gyehen a tüze, kedves Gyuri barátom, és mindenki. Ügyeljetek, és ismerjetek meg az igazi békességet, mert azt Isten adja ajándékba, de nem azoknak, aki saját fejük, szerintem te békétlen vagy, mert mit tudom én, milyen bajod van. Ügyelj, miket beszélsz. Féltőn kiáltozok a lelkedért, és a gyermekeid lelkéért, és te nekem beszólogatsz, még mindig. Azok után, hogy mennyi jelzést kaptál Istentől mostanig. Hihetetlen. Tessék, minek nekem ellenség, ha vannak ilyen barátaim? Szégyellem magamat, magam helyett, mert ez a szellemiség engem is megfertőzött, szégyellem magamat a barátaim helyett, és mindenki helyett próbálom szégyelni magamat, az ostoba, buta ember helyett, aki ennyire ragaszkodik a bűnhöz, az agykontrollhoz, a hazugsághoz, a hazug elméletekhez, amelyek miatt gyermekek halnak meg, szenvednek és halnak meg. De akkor bementem vásárolni a kórházba barátommal, hogy látogassam meg egy vérrákos gyermeket. Én nem hittem a fülemnek, amikor azt mondta, hogy elmondta, hogy milyen sok vérrákos gyermek van a kórházban. Néhány évesek, 4-5, nem tudom hány évesek. És senki nem érti. Hát olyan pozitívan gondolkodtunk. Hát hallgattuk Bellát, hogy énekel, hallgattuk Emőkét is, hogy milyen szépen elmondja az okos dolgokat, és közben a gyermekünk vérrákos. Emiatt emberek, emiatt. Mert a pozitív gondolkodás az nem Isten. A Bagdi Emőkének a tanai, az annak semmi köze nincsen Istenhez. Bellának a dalai az hipnózis, hipnotikus Jézabel szellemiség, amiről azt mondja Jézus szintén, hogy amiatt a gyermekek kell szenvedjenek. Meg fognak halni a gyermekek, akik a szülő, azoknak a szülőknek a gyermekei, akik ebben a szellemiségben benne maradnak. Egy évvel ezelőtt figyelmeztetve volt, hogyha lett volna kicsi hűség a hallgatókban is, akik hallgatták azt a felvételt, és megosztották volna, talán eljutott volna Bagdi Emőkéhez is, és Bellához is az, hogy ügyeljenek, mert hazugságban vannak, hazugságban tartják az embereket, a nemzetet. Pénzét árulják a hazugságot, ami megmétejezi, megmérgezi a magyar lelkeket. Ha lett volna kis hűség a kedves hallgatókba, megosztották volna, és talán ő is rákattintott volna, hogy te ez a fickó, mit akar rólam mondani? Lásd, hogy mit mond. Hát, ha van valami értelme.
Talán elkerülhette volna azt, hogy a fia meg kelljen haljon ilyen borzalmas, brutális körülmények között. Kellett volna legyen egy 10 éves jubileumi program Budapesten, és kellett volna tartson ott előadást, és nem volt jelen. Kész, ennyi volt. Neki befellegzett. Ítélet alatt van Bagdi Emőke. És nem csak Bagdi Emőke van ítélet alatt emberek, hanem mindenki, aki őt követi. Tehát tudjatok róla, hogy a kedves ismerőseitek, a barátaitok, a rokonok és mindenki ítélet alatt van, aki a Bagdi Emőkét követi, azt a szellemiséget követi. És az, ami vele történt, az veled is megtörténhet, a te gyermekeddel is megtörténhet. Ítélet alatt vagy, mert hazugságot követsz. Hazugságot, érzelgőséget követsz, amit Emőke terjeszt, és amivel eltereli Emőke az emberek figyelmét az élő Istenről, és a lelki ismeretről, mert az élő Isten próbál szólni mindenkihez, ahhoz is, akinek nincsen Bibliája, vagy nem ismeri a Bibliát, a lelki ismereten keresztül. De amikor jön egy ilyen guru az érzelgőséggel, a pozitív gondolatokkal, akkor az kioltja az ő lelki ismeretét, az érzelgőség által. És ugye itt valaki írja, hogy a vakcinát is propagálta. Persze propagálta. Miért? Azért, mert ő az e-világ profétája, az elbukott világ profétája. Persze propagálta. Tehát a vakcinát mindenki propagálta, aki nem Istentől szólta. A vallási vezetők is, a legdurvább, ők hatalmas ítélet alatt vannak. Az összes katolikus meg keresztény vezető, aki propagálta a vakcinát, még mindig ítélet alatt van, ha megtalál halni mai nap folyamán egyenesen kárhozat. A legtöbb ilyen vezetőnek. Ez az igazság, emberek, én muszáj ezt elmondjam. Nem jó kedvemből mondom, egyáltalán. Nem örömmel mondom, és nem is kívánom, hogy ez megtörténjen, de muszáj elmondjam, hogy ez az ítélet a vallási vezetőkön, az ilyen gurukon, az ilyen sztár pszichológusokon, ez az ítélet, ők ítélet alatt vannak, még mindig úgymond az ördögöt, a sátánt, sátán propagandáját terjesztik, és azzal fertőzik az ő követőik elméjét, értelmét. Kapott nagyon kemény figyelmeztetést Kornélia is, és remélem fel fogja venni, most már számára is érhető az álom, mert ő is kapott erre figyelmeztetést most a napokban, hogy milyen szellemiséget terjeszt ez a nő Magyarországon. De aki ért valamennyire ismeri a Bibliát, keresse meg a Jézabel szellemiség, a Jézabel, az érzelgőség, ami átmosta a kereszténységet is, és ennek következtében fognak sokan elhalni. Remélem, hogy Kornélia felveszi azt, amit kapott, azt a figyelmeztetés álmot, tanítást, hogy mit művelnek ezek a magyarokkal, ezek az emberek a magyarországiakkal, vagy a magyar nemzettel. És olyan pozitívak, és olyan szépen mosolynak, olyan sok szép műmosoly van. Pontosan erről szól a Kornélia álma, hogy ilyen szeánszok, szinte ilyen, azt is lehetne mondani, szinte ilyen boszorkány szeánszok, hogy összeülünk, s körbeülünk, és akkor megbocsájtunk mindenkinek mindent. Hát ilyet én is láttam, a nepáli mester ezt csinálta. Jaj, megbocsájtunk mindenkinek mindent. Mindenkit megáldunk, feloldozunk meg minden. Ilyeneket beszélt a nepáli mesterét Gyergyóban, akivel vitán volt, üvöltöttem vele is. Hogy még meddig engedi, mindenható Isten, nem tudom. Addig, amíg engedi. Ő is el van temetve. Nagy meséket mondtak, hogy jaj, ő levitálni, meg nem tudom én mit tud csinálni, el van temetve, Covidban meghalt ő is. Így járnak a sarlatánok, és a lelkük megy a pokorra, a gyehenna tüzére, mert hazugságot terjesztenek, hazugságot, amely megfertőzteti az a magyar emberek lelkét. Közben itt írja Margit, hogy Nádudvarra is várják 30-ára. Hát, ha nem fog elmenni, hát, ha nem fogja tovább, mert Isten úgyis meg fogja állítani. De ez most, ami történt, ez, ha, ugye ez tragédia, én sajnálom, hogy ez történt. De mindenkivel ez fog történni. Aki kemény fejű, és akinek nem kell az élő Istennek a szava, mindenkivel ez fog történni, minden szülővel ez fog történni. De kész, ennyi volt. Ítélet alatt vannak ezek a sarlatánok, akik ugye az ördögi tanokat, jézabeli tanokat terjesztették Magyarországon. Ezotériában, New Age-ben, akármilyen címszó alatt. És az emberek hittek neki, miért? Azért, mert doktor, azért, mert professzor. Mit higgyünk a gyermeknek? Mit figyeljük meg a gyermeket? Jézus azt mondta, hogy kövessük a doktorokat, a professzorokat? Nem, azt mondta, hogy ha nem válunk önokká, mint a gyermekek, és gyermekként nem fogadjuk az ő szavát, el fogunk veszni. Ezt mondta Jézus. Jaj, nem, de hát az nem volt ő doktor, és nem is professzor. Meg vagyunk teljesen bolondulva, meg vagyunk teljesen mélytejezve, az agyunk, az elménk, teljesen meg van mérgezve. Nincsen ilyen feltételni külsze, amiket ők mondanak, ez csak ilyen duma, megfertőz az emberek agyát. Nincsen sem megbocsátás, sem feltétlenül nélküli szeretet, emberek, úgy, ahogy ezek az emberek mondják. Mert ahhoz, hogy én valakinek meg tudjak bocsájtani, először kell szembesüljek a bűnnel, vagy hogy én megbocsátást kapjak. Nem úgy van, hogy jaj, nekem Isten megbocsátott, mert én azt énekeltem neki. Nem így működik az emberek, hanem úgy, hogy az ember először kell szembesülni a bűnével. Nincsen bűntudat. Hát hogy legyen megbocsátás, ha nincsen bűntudat? Itt nincsen semmi bűntudat. Agykontroll van. Az agynak a megbetegítése.
az agynak a manipulálása zenével, misztikus eszközökkel, dalokkal, meg mindennel, pozitív gondolatokkal. Hipnózis történik, emberek. Az ilyen embereknek az előadásán hipnózis történik. És persze, hogy békétlen vagyok, mert eljönnek ide Csíkszeredába is, eljönnek Gyergyóba is, és az embereket métejezik. És szenvedni fognak azok az emberek, és nem fogják tudni, hogy miért. Miattam is, ez miattam is van, mert aki tudom, hogy miről van szó, mert Isten megmutatta, én nem beszélek. Miattad is van, mert te is tudod, hogy miről van szó, te is kaptál Istentől kijelentéseket, és nem beszélsz. Hát ki figyelmeztes az embereket? Ha aki ismeri az igazságot, nem beszél, akkor ki figyelmeztes az embereket, hogy az, amit ezek az emberek terjesztenek, az a sátának a doktrinái. Agykontroll. Teljes agykontroll. Ja, mert sztár pszichológus, meg doktor, meg professzor. Hiába nem tudta megvédeni a gyermekét, hiába a saját lelkét is el fogja veszíteni, hiába sztár pszichológus. Ügyeljetek, emberek! Isten azt mondja, hogy átkozott vagy mindaddig, amíg embereket követsz. Nagyon kemény kijelenti, jaj, jó Isten ilyet nem mond. Ugye? Mert megvan az agyunk mérgezve, pedig ők nagyon keményen figyelmeztet. Mint sem, hogy elveszél, nagyon keményen figyelmeztet. Jaj, de nem hiszük el, hát a jó Isten ilyet nem mond, hogy mit tudom én. Dehogy is ne, ennél sokkal keményebbeket is mond. Durván figyelmeztet, hogy átok alatt vagy, amíg ilyen bagdi emőkéket követsz, addig átok alatt vagy te, és bármikor megtörténhet a tragédia a családodban, a gyermekeddel, a feleségeddel, veled is. Mert átkot veszel magadra azáltal, hogy embereket követsz, és nem keresed a mindenható Istennek a szavát. És igen, Jeremiás is indulatosan beszélt. És a guruk hogyan beszélnek? Széles műmosollyal, pontosan, mézesmázasan. Így van. És így lehet eladni a hazugságot. És én is csináltam ezt. Tettem még zenei aláfestés is régebb. A kiáltószón. Jó langyos duma. És kaptam gratulációt, hogy milyen szépen tudnak aludni, amikor én beszélek. Jó a zene, a háttérzene, meg minden. Szépen alukál mindenki. Mennek vissza a bűnbe, meg sem érintődnek. Amikor elkezdtem üvöltözni torkom szakadtából, azt hittem, hogy én is megbolondultam. Ez az igazság? Na akkor volt ébredés. Akkor volt ébredés. Volt gyógyulás, valódi gyógyulás. És abban nem volt semmi pozitív. Abban a beszédben semmi pozitív nem volt. Hanem kemény, szembesítő beszéd volt az. Na ez hiányzik Magyarországon. A magyar nemzet köreiben nincs, aki beszéljen. Aki ismeri az igazságot, az sem beszél. Nehogy valaki megsértődjön. Inkább anyám kárhozzon el, mint sem, hogy megsértődjön. Vesszen kárba az ő lelke, a hazugság miatt, a pozitív érzelgőség miatt, amit ezek az emberek terjesztenek. És akkor most fel fogom olvasni Jelenések könyvéből, mit mond Jézus. Ugyanez a történet. Ugyanez. Tehát, hogyha valaki azt hinné, hogy jaj, hát ez az Ószövetség az nem igaz, mert nem érvényes, mert ezt tanítják ugye a sarlatánok, a sátának a fattyai, ezt tanítják Magyarországon és Székelyföldön is. Ószövetség nem érvényes, törvény nem érvényes, meg mit tudom én mi. Ügyeljetek, emberek, ügyeljetek, féltőn mondom, féltőn kiálltok, ügyeljetek, mert az ő sorsára fogtok jutni ti is. És lehet, hogy sokkal borzalmasabb lesz a ti sorsotok, mint a bagdi emőkének a sorsa. Akkor olvasom, amit mond Jézus Jánosnak. Persze itt azt írja, hogy a Tiatira beli gyülekezet angyalának írt meg. Itt ezt másképp mondjuk, most úgy mondjuk, hogy a magyarországi vezetőknek, vallási vezetőknek írd meg, mondd el nekik. Ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzlánk, és akinek lábai hasonlók az izzó fényű érchez. Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet, és tűrésedet. És hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. Igen, vannak ilyen vallási vezetők is, hála Istennek, Magyarországon, akikben van tűrés, van hit, van szeretet és van szolgálat, van önzetlenség. És hogy az utolsó cselekedetei többek az elsőknél. Vannak ilyen vallási vezetők is, kereszténységen belül is, hála Istennek. De azt mondja Jézus, hogy de van valami kevés panaszom ellened, mert megengedett amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát profitának mondja, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálvány áldozatokból egyenek. Itt ezt muszáj még egyszer elmagyarázom, ezt már többször elmondtam, még egyszer el fogom mondani, addig, amíg mondhatom. Tehát amikor azt mondja Jézus, hogy megengeded annak az asszonynak, hogy Jézabelnek, hogy tanítson, aki magát profitának mondja, itt nem konkrétan egy női szeméről van szó, Jézabelről, mert Jézabel az egy bibliai személy, az Ószövetségből. Itt Jézus arra a szellemiségre utal, amit Jézabel terjesztett. Ugyanaz a szellemiség, amit terjeszt Bagdi Emőke és Bagdi Bella, az a szellemiség, ami miatt meg kellett halljon az ő gyermeke.
Mert ugye az alma nem esik messze a fájától. Tehát áttevődik az ő gyermekére, az ő magvára, áttevődik az ő bűne, automatikusan, pontosan, mint ahogy szokták mondani, tudományban a genetikai, mit tudom én, kódok, azok is áttevődnek. Ez itt hasonlítunk a szüleinkre. Vannak olyan szokásaink, apuk alkoholista volt, akkor én is hajlamos vagyok arra, hogy alkoholista legyek például. Meg ilyenek. Meg a szem, meg az orr, meg az arc, minden hasonlít. Ezért ez jelenti az, hogy megbünteti Isten a szülők vétkeit a gyermekekben. Hogy azok a lenyomatok, azok a bűnök, úgymond szellemi lenyomatok a szülőben, amik vannak, azok automatikusan tevődnek át a gyermekre. Emiatt kell szenvedjenek a gyermekek. Többször le van írva a Bibliában. Úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben is. Jézus ugyanazt elmondja. Tehát megengedett amaz asszonynak, tehát magyarországi keresztény vezetők mit tettek? Magyarországi székelyföldi vezetők, vagy mondjam azt, Isten gyermekek, mit tettek? Hát azt, amit mond Jézus a Tiatirabeli gyülekezet angyalának. Megengedték Jézabelnek, aki magát profitának mondja, hogy tanítson. Tehát beengedték az érzelgőséget, a varázslást, a bűbájt, beengedték az ő tanításokba. Tehát nem egy konkrét asszony, egy Jézabel nevű asszony tanított, hanem a Jézabel féle szellemiség, ami a sátának az egyik legnépszerűbb szellemisége, az érzelgőség, amiről beszél Vörös Sándor is. Ez tanítja a Magyarországot, a magyar népet. Jézabel tanítja a magyar népet. Hogyan? Hát Bagdi Emőkén keresztül például, és más vallási vezetőkön keresztül is, ahol sokkal fontosabb az effektus, a zene, a dicsőítés, fél órán keresztül nyomják a dicsőítést, mint maga a tartalom, mint az, hogy lélekből szóljanak, lélekből beszéljenek. Tehát minden ilyen hangulatfokozó, meg minden ilyen emberi eszköz, amivel próbáljuk mi fokozni a hangulatot, meg az embereket úgymond elbűvölni, elvarázsolni a színpaddal, a fénytechnikával, a hangosítással, a hangzással, meg a különböző effektusokkal, ez mind Jézabel emberek. Ez maga a Jézabel, és ez a Jézabel benne van a mai kereszténységben. És ez manipulálja az embereket, és az emberek tényleg elhiszik, hogy na most akkor ők betöltekeztek Szent Szellemmel, de hogy is tudakeztek be? Manipulálva vannak, az agyuk el van torzítva, az agyukon keresztül, az öt érzéken keresztül vannak manipulálva, hipnózis, pszichózis ez, ami történik. Így tanít Jézabel Magyarországon, Gyergyószent Miklóson, a baptistáknál és mindenhol. Ez az a Jézabel, ami miatt be kell menjek a baptistákhoz és figyelmeztessem őket, hogy ügyeljetek, mert ítélet alatt vagytok, tűz van itt a gyülekezetben, és a tűz meg fog titeket égetni. Ha ti nem nevezitek meg, nem mondjátok ki, hogy melyik az, mi okozta a tüzet, a pénzszeretet, a bálán vagy bármi, ha ti arról nem beszéltek és nem valljátok meg a bűneiteket, itt mindenki égni fog. Kemény szavak, tudom, hogy kemény szavak, és nem jó kedvemből mondom. És nincs olyan nagy békességem, mint akkor, amikor Isten éjszaka engemet álomban megvigasztal például. Mert fáj az, hogy embertársaim, fiatal szülők és fiatal gyermekek fognak elveszni a Jézabel szellemiség miatt, ami agyon fertőzte az egész Magyarország, egész nemzetet. Tehát megengedi a Jézabel szellemiségének, aki magát profitának mondja, hogy tanítja az embereket, hogy tanítsa és elhitesse Istennek a gyermekeit, hogy paráználkodjanak. Hogyan paráználkodunk? Hát úgy paráználkodunk, hogy bálvány áldozatokat hozunk, ugye? Tehát azt jelenti, hogy nem úgy áldozunk Istennek, ahogy ő azt ő megmutatta nekünk. Nem úgy tiszteljük Istent, ahogy azt ő megmutatta, hanem úgy, ahogy a guruk, a tanítók, és az ilyen sztár pszichológusok mondják. Tehát az, amikor én hamis, az emberi agy által elképzelt Isten képeket tisztelek, az igen, az bálvány áldozat emberek. Ez a bálvány áldozat. Mert az emberek elmennek és befizetnek, tömegessével befizetnek egy olyan előadásra, ahol ilyen pozitív érzelgőség megy, ilyen pozitív gondolkodás meg érzelgőség megy, és az emberek meg vannak teljesen bódítva. Gondolkodjunk pozitívan, se jó Isten így, se jó Isten úgy. A durva az, hogy Isten nevében beszélnek ők is. Ezt mondja, legalábbis ezt mondják, hogy ők is Istenre hivatkoznak. Igen ám, de az egy bálvány Isten, az ő agyuk által, az amerikai pozitív gondolkodás által elképzelt Isten, egy hamis nem létező Isten. Érthető?
És ennek következtében vannak az emberek, evel az Isten képpel vannak az emberek megfertőzve, és emiatt nem találják meg sokan a valódi, valóságos Isten képet, aki nem csupán szeret és megvigasztal, hanem szembesít is, meg is dorgál. Először a mocskot kiírtja belőlünk, még mielőtt adná a jót, a lelki ajándékot, a mocskot, a trágyát, a bűnt kiírtja belőlünk. Na ezt az Isten képet ők elrejtik. Ja, nincsen bűn, csak kis tévedések vannak, meg mit tudom én, nincsen semmi probléma. Gondolkodjál pozitívan, és aztán majd neked is a gyermeked meg fog halni. Agyonszurkálják késsel. Mit mond tovább Jézus? Ügyelj, kedves emőke, kedves, és mindenki, aki követte emőkét és Bellát, és ezt a pozitív gondolkodókat, a Szabó Péter, meg ezt a jelenséget, akik követik, ügyeljetek, ügyeljetek, mert hozzátok beszél a mindenható Isten a szavaim által. Én bátran kimerem mondani, hogy Isten nevében szólok, erre kaptam elhívást, hogy az ő nevében szóljak, ne az agyamtól szóljak. Mert elmondtam már a videó elején, nekem nincs nagy kedvem ilyen dolgokról beszélni, mert nagyon kényelmetlen és büdös téma. Az én egóm sem akarja, hogy erről beszéljek. Egyáltalán. Legszívesebben elbújnék, hogy nehogy valaki megsértődjön a szavaim miatt. De tudom, hogy azáltal én is paráználkodnék, azáltal én is hűtlen lennék a Teremtőmhöz, elhallgatnám az igazságot. Menjenek a magyarok tömegessével a gyehenna tüzébe, a feneketlen szakadékba. Csak nehogy valaki megsértődjön. Hogy elmondom neki azt, hogy ugye ez a pozitív gondolkodás, ez hipnózis, agykontroll. Ez a sátántól, a megtévesztőtől van, nem az élő Istentől, nem Jézus Krisztustól. Tovább azt mondja Jézus, hogy adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából. Tehát Bella, vagyis egészen pontosan Emőke kapott egy évet, több mint egy évet kapott, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, hogy ne hirdesse azokat a hazug tanokat, amiket ő hirdet. Kapott ő erre lehetőséget, de nem élt a lehetőséggel, nem tért meg, mondja Jézus, nem tért meg. Imé, én ágyba vetem őt. Ágyba vetem őt és azokat, akik vele paráználkodnak, akik hisznek neki, akik hisznek ennek a szellemiségnek, azokat ágyba vetem, ezt mondja az Úristen szava, az Úr Jézus, az alfa és az omega. Imé én ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba vetem, akik hisznek még mindig nekik, azok után, hogy kaptak számos figyelmeztetést Istentől, még mindig ennek az őrültségnek hisznek, azokat ágyba vetem, és nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. Ezt mondja az ég és a föld teremtője, az Úr Jézus Krisztus szavai által. Olvasom tovább, és az ő fiait megölöm halállal, és megtudják a gyülekezetek mind, a magyarok mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója, és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Ezt mondja, miért kellett az ő fiának meghalnia? Ezért nagyon sok embernek, anyukának meg apukának, a gyermekeinek ezért kell meghalnia, akár fiatalon is, akár idősen is, a Jézabel szellemiség miatt, ami megfertőzte, megmételyezte, megmérgezte a magyar nemzetet. Egyre erőteljesebbek a figyelmeztetések, drága embertársak, és arra vonatkozóan is, hogy aki hallott az igazságot, ne rejtse el. Érted szólok, érted kiáltok, hogyha te kaptál kijelentést Istentől, ne rejtsd el. Kéri bátorságot, mondd ki, hogy gyáva vagy. Mondd ki, vald meg, hogy gyáva vagy. És kér bátorságot, hogy tudjál beszélni nyíltan, szeretetteljesen, de igazságosan mondd el, mi van, mert a magyar nemzet így van elpusztítva pszichológiai fegyverekkel, ami az olyanok kezében van, mint például az a Bagdi Emőke. És erre kapta a figyelmeztetést ő egy évvel ezelőtt, hogy hagyja abba, ne csinálja ezt, mert ennek a következménye a betegség, fájdalom, halál és kárhozat, ha tovább csinálja ezt. Ennek a szellemiségnek következtében köszönhetően vesztek el oly sokan. Mert ezek a guruk, ugye ezek a vezetők, akiknek hittek az emberek a mindenható Isten szerint, ők mondták, hogy oltakozni kell, a vakcina megoldás. Épp azt nem mondták, hogy a vakcina megváltó. Habár itt Csíksomjón Böjte Csabáik azt írták ki, hogy vakcina egyenlő oltalom, oltás egyenlő oltalom. Az oltalmat, amit a mindenható Isten ad az ő szava által, Jézus Krisztus szava által, tanítása által, azt lecseréltük oltásra. Oltás egyenlő oltalom. Ilyen fertelmesség történt Székelyföldön.
És akik ennek a szellemiségnek, az ilyen vezetőknek hisznek, azokra érvényes, és mit alkalmaz egyébként Bőte Csaba is, haragusznak rám, hogy én beszélek róla, de én muszáj elmondjam az igazat, és nem magamtól szólok, hanem az élő Istentől. Ha valaki nem hiszi, hogy tőle szólok, nem kell más tennie, mint tőle személyesen alázatban kérdeznie, és te is fogod látni a saját szemeiddel, hogy én kitől beszéltem, kitől szóltam. Ő is ugyanezt a módszert alkalmazza. Ezért mondtam azt, hogy ez a szellemiség, ez az úgynevezett Jézabel szellemiség, ez nem csak a New Age-ben, ezotériában van, ez a pozitív gondolkodás, meg az agykontroll, hanem benne van a kereszténységben is. A kereszténység is teljesen meg van fertőzve a szellemiséggel. Az érzelgőség nagy úr, én is meg vagyok kísértve, meg voltam kísértve, folyamatosan meg vagyok kísértve az érzelgőséggel. Hogy próbáljak kedvezni az embereknek, de nem kedvezhetek. Hazugsággal semmiképp nem kedvezhetek. De akkor megyek én is bele a pozitív gondolkodásba, az őrültségbe, bolondságba, aminek következtében emberek, felnőttek és gyermekek szenvedni fognak. Többször elmondtam, felsoroltam, hogy melyek azok az irányzatok, amelyek megfertőzik az embereket, de nincs értelme erről beszélni, mert rengeteg van. Sorolhatnám hónap reggelig, hogy mik vannak, milyen megtévesztések vannak. Azért az én dolgom nem az, hogy én folyton elmondjam, hogy Bagdi Emőke ezt csinálja a jógában, ezt tanítják, ami hazugság és sátántól van, a reggiben meg azt tanítják, ami a sátántól van. Én nem beszéltek erről folyamatosan. Néhányat megemlítek, mert Isten így adja. De az én dolgom az, hogy én bizonságot tegyek arról, hogy van újjászületés emberek. Az egész éjjel erről kaptam tanítást, hogy beszéljek minél többet erről, hogy van újjászületés. Ahogy Jézus mondja, újjászületés, János evangéliumának a harmadik részében. Erről nagyon fontos beszélni. És amikor az ember újjászületik, azáltal, hogy Krisztushoz fordul, fohászkodik, megismeri az ő szavát, kéri tőle, hogy világítsa át az ő szívét, hogy megtisztuljon az ő bűneitől, megbánhassa a bűneit. Amikor az ember újjászületik, akkor az ő adóssága el van törölve. Még a Bagdi Emőke adóssága is ellene törölve, hogyha ő alázattal kérni a teremtőjét. Istenhez fordulna az ő adósságát is, hogy eltörölni a mindenható Isten. De hogyha ő folyton ellenkezik, és ő jobban élvezi, mert Jézus ezt mondta, hogy mi az ő csapdája, mi a Bagdi Emőke, a társai csapdája, az, amit Jézus mond, inkább szerették az emberek dicséretét, mint az Isten dicséretét. Inkább elfogadják az embereknek a rajongását. Ugye milyen jó, amikor Istennek hisznek az emberek. Tudod őket irányítani, te vagy a megmondó, mindenki ujjong, mindenki tapsol, még dől a pénz is. Jézus ezt nem cselekedte, emberek. Ő szegényen egyszerűen élt, erővel és hatalommal tanított, szabadított és gyógyított. Ezek az emberek betegségbe visznek, fájdalomba, szenvedésbe és kárhozatba. Nagyon fontos emberek megérteni, amit mond Jézus, hogy ha nem születünk újjá, nem láthatjuk sem az igazságot, sem a mennyek országát. Hogyha beszélne Bagdi Emőke meg a társai az újjászületésről, akkor nem van, aki kövesse őt? Nem van olyan sok hallgató az előadásokon? Miért? Azért, mert az emberek hallgatnák a mindenható Istent. Nem kéne nekik sem Bagdi Emőke, sem Bodó Attila, sem senki, mert hallanák az élő Istennek a szavát, mert erről szól az új szövetség. Jézusnak a tanítása, hogy az emberek Istentől tanítottakká válnak, de ehhez kell az újjászületés. Nagyon sok ember nem is tudja, hogy van ilyen. A katolikus vallásban nem is beszélnek erről. A karizmatikus kereszténységben beszélnek, de mégis gyülekezet függővé teszik az embereket. Bent tartják őket a gyülekezetben. Meg vannak teljesen kötözve az emberek a gyülekezettel, dicsőítéssel. Nincsen sem újjászületés, sem gyümölcstermés, sem világítás, semmi. És amikor jön a veszély újból, bezárják a templomot, elveszik a villanyáramot, az emberek meg fognak bolondulni, be fognak teljesen golyózni. Mert nem fog sem Bagdi Emőke beszélni az interneten keresztül, sem a kiáltószó, sem egyik, sem a másik, sem a harmadik. Az ember marad egyedül a szobájában az ő bűneivel, és nem fogja tudni, hogy kihez kell forduljon, hogy mi az igazság. Meg fog bolondulni, sokan már éltükben be fognak menni a pokolba, meg sem kell halljanak, meg fognak zavarodni teljesen az emberek. Ahogy elveszik a villanyáramot, sokan teljesen meg fognak zavarodni, mert a méreg dózis, a kábítószer el lesz tőlük véve. Mert az interneten keresztül jött a kábítószer tiszta ingyen. Bagdi Emőke előadások YouTube-on, Facebookon és mindenhol. Pozitív gondolkodás, minden. De hogyha elveszik a villanyáramot, ez nem lesz. Meg fogsz őrülni. Érthető? Mi az, hogy meg fogsz őrülni? A sok bűn, amit felhalmoztál, az rám fog nehezedni, és bekerülsz a pokolba, még mielőtt meghalnál.
már mielőtt meghalnál. Felhívom, ismételtem mindenkinek a figyelmét, aki kapott elhívást, kapott egy talentumot, fektes be. Ne nekem kommenteit össze-vissza a YouTube-on vagy a Facebookon, hanem inkább írd ki ott a saját oldaladon, ott, ahol van, nem tudom, 5000 ismerősöd, vagy 20000 ismerősöd, ugye, mert olyan sok barátunk van most már a Facebookon. Na most vállalt fel előttük, hogy ki vagy te, hogy mit kaptál Istentől. Ne nekem kommentelj. Nem gonoszsággal mondom, hanem féltéssel. Ne csapjátok be magatokat azzal, hogy nekem itten kommentelgettek össze-vissza, közben rejtőzködtök és bujócskáztok az emberek elől. Lehet, hogy felvállalnátok azt, amit kaptatok Istentől, mert Isten nem csak hozzám beszélt, nem csak engemet szembestett a bűneimmel, nem csak nekem adta meg a bűnök bocsánatát, nem csak nekem ad tanítást minden nap, hanem másoknak is. A többiek hol vannak? A másik 9 hol van? 1 a 10-ből visszament, a 10 leprásból visszament, a másik 9 hol van? Ezt kérdi Jézus. Te is leprás voltál, és mindenki az volt. A bűnökben, az ilyen pozitív gondolatokban, az ilyen hazugságokban. Én is hittem, nekem is tetszett a füleimnek, amit mondott Bagdi Emőke, mert ugye én nem hallgattam őt, de hallgattam valami mást, valami amerikait, valami vagányabbat. Ezért mondtam azt, hogy nem kevélyen mondom, nem nézem őt le, hát én is belestem ebbe a csapdába, csak én nem lettem, nem lettem ilyen guru. Neki sokkal nehezebb megszabadulni, mert hatalmas az ő befektetése, hatalmas rajongói tábor. Neki nagyon nehéz bevallani azt, hogy emberek, én be voltam csapva mostanig egy hazug szellemiséggel. Nagyon sok embert megfertőztem, a követőimet, a rajongóimot megfertőztem. Hogyha ezt ő elmondaná, és több ilyen vezető, spirituális vezető és influencer ezt elmondaná, azáltal a saját lelkét megmenteni. A saját lelkét megmenteni, és azok lelkét is, akik ráfigyeltek. Nem mindenkit, mert nem fog tetszeni, hogyha ezt Emőke felvállalná, hogyha megkapná látást, ha kérne látást az ő szemeire, a mindenható Istentől. Megkapná látást, megkapná a bűnök bocsánatát, és felvállalná azt, hogy ő miben volt benne, megvallaná Isten és ember előtt, az ő lelke megmenekülne, és egyesek lelke, akik követték őt, szintén megmenekülne. Nem mindenkinek tetszene, nem volna már híres, nem hívnák előadásokra, koncertekre, sok pénzért, de lenne igazi békessége Istentől. És nem kéne agykontrollozni, nem kéne jogázni, semmit nem kéne csinálni, hanem volna békessége, gyermeki békesség volna a szívében, amit ő magával vihetne a túlvilágra is. De így azt a sok felhalmozott hazugságot és bűnt, életellenességet, életellenes dolgot fogja magával vinni, ha így talál meghalni. Ez nem vicc, emberek, a lélek nem hal meg. Megkérek szépen mindenkit, akinek van füle, megérthette azt, amit mondhattam, töltse le, ossza meg úgy, ahogy tudja, töltsetek vissza, ahova tudjátok. Ezt a felvételt minél többen hallják, akár más cím alatt is, teljesen mindegy, úgy, ahogy titeket Isten vezet, úgy osszátok meg ezt a felvételt, hogy minél többen hallják, hát ha még valahogy eljutna Bagdi Emőkéhez is, Bellához is, és más olyan vezetők és gurukhoz is, akik szintén ugyanúgy meg vannak tévesztve, mint ő, vagy ahogy én is meg voltam tévesztve, és benne vannak tartva Jézabel szellemiségbe, ami egyenlő a pokollal, hogyha a test meghal, egyenlő a kárhozattal. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!